mérkőzés, 3 győzelem. Így kezdte az NB2-es bajnokságot az Alsóörsi Ese férfi kézilabda csapata. A negyedik fordulóban a Tarján esélyt fogadták. Az első félidőben meggyőző játékkal 16-7-re vezettek a hazaiak. A szünetben 7 méteres dobóversenyre került sor, ahol gyerekek próbálhatták ki tudásukat. Nagyon sokan neveztek a versenyre, a fiatalok többször megtréfálták az alsóörsiek második számú kapusát. A győztes a Bitangburger kávézó ajándékutalványát nyerte meg, de senki nem távozott üres kézzel, hiszen mindenki kapott csokit. Aztán jött a második félidő, amikor egy jóval erősebb vendégcsapat lépett a pályára. Kiegyenlített játék folyt, de a hazai csapat megőrizte 9 gólos előnyét, így a végeredmény 29-20 lett. Ebben az osztályban nincsenek könnyű mérkőzések, bár az eredmény nem ezt sugallja, azért mindegyik csapat ellen komolyan készülünk. Nem volt egy egyszerű mérkőzés. Úgy gondolom, hogy gyorsaságban és labdabiztosságban kicsit jobbak voltunk a Tarjánnál, és ez kiütközött a végén. Plusz hosszabb volt a cserepadunk, 2 ugyanolyan minőségű sort tudtunk a pályára küldeni, így gyakorlatilag frissen tudtunk végig játszani a mérkőzésen. Őszintén szóval nem számítottam rá, hogy ilyen jól kezdjük a bajnokságot, de ahogy látszik is, már tavaly is megvolt gyakorlatilag a csapatnak a magja, és csak 1-2 olyan játékos kellett, aki segített átlendíteni minket azokon a holtpontokon, amik az olyan mérkőzéseken adottak, amilyen egy gólos vereség, döntetlen kategóriába estek. Úgy gondolom, hogy most gyakorlatilag komplex a csapatunk, így könnyű. Ferenczi Gábor alpolgármester neve összeport a kézilabdával. Kezei alól olyan neves játékosok kerültek ki, mint Ligetvári Patrik és Bóka Bendegúz, akik már a válogatottban is játszottak. Örömét fejezte ki, hogy egy jó hangulatú mérkőzésen magabiztos győzelmet aratott az alsóörsi csapat, egyben megjegyezte, hogy az utánpótlás nevelés továbbra is példaértékű a településen. Jó látni, hogy egy fiatal, rendületes csapat volt a pályán, és természetesen mi is azon dolgozunk, hogy az utánpótlásnál majd fiatalokat tudják, fiatalok fel tudjanak jönni a felnőtt csapatba, és itt ugye működik a szivas kézilabda, Horváth Anita edzi a srácokat, lányokat, nyilván a veszprémi csapat, tehát a nagy Veszprémnek a az utánpótlás csapata is iskolába itt dolgozik, szép eredményeket érnek el. Tehát számunkra mindig fontos volt az utánpótlás. NB2-es csapat, ifi csapata is jól szerepelt tavaly, idén is úgy tudom, hogy egy győzelem, egy döntetlen és 2 vereség, de ők is szintén jók, tehát így összességben úgy gondolom, hogy ez így nagyon jó, így szépen összeállt, tehát jó a csapat, jó az utánpótlás, és reméljük, hogy ezáltal is stabilabb NB2-es csapatunk lesz hosszú távon. Tehát ez a célunk, bízom benne, hogy ez így lesz. Az alsóörsi Ese 4 mérkőzés után 4 győzelemmel vezeti a bajnokságot az NB2-ben. Most szombaton a Szent Gotthárdot fogadják, bízva abban, hogy megszerzik az 5. győzelmüket is.